Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. Az elmúlt héten a demokrácia jegyében működő szervezet döntésével foglalkoztunk. Ez volt ugye Székesfehérvár városának közgyűlés, akik elfogadták a város költségvetését, és hát maradjunk a szervezeteknél, és én remélem, hogy a demokráciánál, hiszen demokratikusan kellene, hogy működjön minden itt Magyarországon, és egy szövetkezet ügye, az pedig közügy. Nek minősülhet, főleg, hogyha 4000 embert érint ez, illetve 4000 családot, lakást közel, a pontos számot nem tudom, de én azt gondolom, hogy ez egy fontos ügy. Műsorunk telefonszáma 516-110, adásunkhoz hozzászólhatnak, a köztérben pedig a lakásszövetkezetet, az egyes számú lakás fenntartó szövetkezetet és az ahhoz kötődő ügyeket vesszük majd górcső alá. Stúdiónk vendége pedig Szabó Melinda. Most nem is tudom, hogy mutassam be önt, mert hogy böngésztem a neten a lakásszövetkezetnek a honlapját, és láttam, hogy ön nem szövetkezeti munkacsoport vezető. Miért ön állított korábban ilyet, hogy ön az egyes számú lakásfenntartó szövetkezetnek lenne a munkacsoport vezetője? Nem. A némely esetben szövetkezeti munkacsoport néven írtam alá, mert nem csak a saját véleményemet, hanem a tagtársaim véleményét is szerettem volna a vezetőség felé tolmácsolni. Ezt a szövetkezet képtelen felfogni, hogy nem azt írtam, hogy Székesfehérvár egyes számú lakásfenntartó szövetkezet, hanem köznévként használva az, hogy szövetkezeti munkacsoport, amivel kapcsolatban szerintem semmi kifogása nem lehet a szövetkezet vezetőségének. Ennek ellenére ráraktak a szövetkezet honlapjára nem első esetben, megsértve a személyiségi jogaimat, tehát nevemet, címemet, mindent közölve. Több alkalommal beszéltünk már arról, hogy most közügy vagy nem közügy a lakás szövetkezet, ugye? Önnek mi erről a véleménye? Hát nem csak nekem, a bíróságnak is az, mert tulajdonképpen amikor a köztérben való szereplésem miatt 15 májusi köztérben való szereplésem miatt feljelentettek, akkor a bíróság mind a 15 pontba felmentett. És az egyik főérv az volt, hogy közügyről van szó, de ezt nem csak én állítom, hanem tulajdonképpen a szövetkezetünk ügyvezetője Farkas Béla kijelentése alapján is határozottan merem állítani, aki kijelentette, hogy szövetkezeti ügy, közügy. Ha közügy, akkor ő közszereplő, és a szövetkezetnek, mint majdnem csak mondhatnám azt, hogy egyik fővezetője, sokkal többet kellene eltűrnie, de sajnálatos módon azt tapasztaljuk, hogy nálunk a kritikát képtelensége, tehát a Farkas úr a kritikát, vagy esetleg jobbító szándékú megjegyzéseket képtelen elfogadni. Ez ebből a közérdekből egy érdekes részt szeretnék a hallgatóság figyelmébe ajánlani. Azt írja a Farkas úr, hogy mindig felháborított az, hogy a telep lakóinak sorsát érintő kérdésekben az itt lakó emberek véleményét, esetleges javaslatait soha nem kérték ki. Minden sorsdöntő kérdésben már késztények elé voltunk állítva. Ez azért érdekes, ez egy jánuszarcú megfogalmazás, mert éppen a mi problémánkat mutatja, amiért mi ma harcolunk. Hát akkor önök is tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ezek alapján a Farkas úrra egyetértenek, hiszen ő ezt nyilatkozta le, hogy ő ezt szeretné, és önök folyamatosan ezt mondják, hogy ezt szeretnék, nem? Igen, csak képtelenek vagyunk elérni. Tehát ez egy álszent állítás volt Farkas úr részéről, mert sajnálatos módon a tagsággal való információközlés, a tagság véleményének a kikérése súlyos deficittel rendelkezik szövetkezetünknél. És ön egyedül van ezzel a kritikus hanggal, vagy mondjuk többek véleménye is ugyanez, vagy többen is kritikus hangot ütnek meg? Többen is kritikus hangot ütünk meg, de sajnálatos módon egyetlen egy olyan fórum van, amikor tagértekezleten hangot adhatnánk véleményünknek, de sajnálatos módon aki kritikai hangot üt meg, vagy már az is pont, hogyha kérdezni, mert valamilyen üggyel kapcsolatban, akkor a vezetőség, Farkas úr olyan sokszor nyomdafestéket nem tűrő hangon, módon válaszol, hogy elrettenti a tagságot attól, hogy a következő alkalommal elmenjen a tagértekezletre. Tehát a hangnem,
a stílus elfogadhatatlan, amit egyes vezetők a tagság iránt mutatnak a tagértekezleteken. Ez azért is érdekes, mert ebben az újságcikkben írja Farkas úr, hogy a csalódott, igaz, hogy választópolgárokról, mert a lesszel kapcsolatos, akkor még politikai pályára igyekvő Farkas úr tette ezt a kijelentést. Én ezt átültetném szövetkezeti ügyre, hogy a csalódott szövetkezeti tagok eljutnak odáig, hogy nem mennek el a tagértekezletre, mert nem látják értelmét, hogy tagértekezlete részt vegyenek. Éppen ezért a tagértekezeten való részvételi arány 8% volt, 8,7% volt egy közel 4000 lakást magába foglaló szövetkezetnél, amit körülbelül 12000 embert érint. Ön egyébként volt ilyen tagértekezleten mostanság? Vagy készülre? Ez apropó, az is lehetne, hogy ezen a héten és jövő héten is tagértekezletek vannak a szövetkezetnél. Az első körzet a Palotai úton tagértekezleten részt vettem. Hát sajnálatos módon az egyik fő téma az én voltam, mert az elnök úr, Herceg úr mindjárt velem kezdte a megnyitóját, és érdekes módon a cégbírósági nem törvényességi ügyek, nem peres eljárásoknak a bizonyos elferdítése és az információ, elferdített információ áramlást tapasztaltam. Sajnálatos módon nem kaptam szót, hogy ezeket helyre tegyem, mert a megjelent tagok megnyilvánulása szintén eléggé aggályos volt. Bekiabáltak, viselkedésük olyan volt, hogy lehetetlenné tették a tagértekezleten, hogy normális mederbe folyjon. De gondolom, aki az értekezletet tartotta, az nyilván próbálta mederbe tartani, vagy figyelmeztette, mert ezt általában mondjuk csak, hogyha egy közgyűlésre gondolok, vagy akármilyen ilyen hivatalos ülésre, ott azért szokták figyelmeztetni, hogyha valaki mondjuk rendbontó módon viselkedik. Nem. Nálunk ez nem volt tapasztalható itt a tagértekezleten se. Egyetlen egy vezető sem állt fel és figyelmeztette a megjelent bekiabálókat, hogy próbáljanak normális, demokratikus módon viselkedni. De ezt már megtapasztaltam 2013-ban is a küldőgyűlésen, amikor nyomdafestéket nem tűrő stílust engedtek meg maguknak. De ugyanezt el lehetne mondani, hogy 2017-ben, tehát az idei évben, a tavalyi évben az ja, bocsánat, igen, 18-ban, a tavalyi évben lévő küldőgyűlésen polgármester is küldött ügyvédet, és az ellenzéki pártoktól is voltak illetők, akik részt vettek a szövetkezet küldőgyűlésen, és elmondták, hogy ők még ilyen antidemokratikus megnyilvánulást nem tapasztaltak. Kicsit én visszacsatolnék a cégbírósághoz, meg a törvényességhez. Hogy állnak most a törvényességi ügyek a lakásszövetkezetnél, már amennyiben tud erről beszélni, vagy amiről tudomása van, vagy hogy állnak ezek a nem peres eljárások? Azt tapasztaljuk, hogy a szövetkezet hiába veszti el első fokon, másodfokon, kötelezik arra, hogy a tájékoztatást megadja a tagságnak. Ezt nem nyugszik bele a szövetkezet, mert kúriához fordul, holott az ítélő tábra egyértelműen mondta, hogy fellebezésnek helye nincs. Tehát innen fogjuk folytatni, elnézés közben Kerekes Péternél szeretne hozzászólni a műsorunkhoz. Üdvözlöm, ez itt a Köztér. Jó estét kívánok, Kerekes Péterné vagyok, Sütő utca 18-ból. Igen, hogy nézem az adást, és igaza van a Melindának. Azért nem mennek az emberek a közgyűlésre, mert ha kérdeznek az őket érintő dolgokról, például a Tekem által felrakott költség megosztóról, vagy az egyforma négyzetméterű lakásoknak miért évi plusz 24000 forinttal több a közös költsége, mint másút, vagy netán mennyi kölcsönt vettek fel a tulajdonosok lakására, és amit nekünk kell visszafizetni, akkor nem kapunk választ, és a fekete bárányok mi vagyunk, akiket érdekel, hogy hol a pénzünk.
most már 35 éve fizetjük a közös költségbe a felújítási pénzt, és semmit vissza nem kapunk. Bocsánat. Viszont hallásra. Köszönöm, hogy hozzászólt a műsorunkhoz. Tegyenek önök is, hogyha kérdésük, véleményük van, a 22-es 516-110-es telefonszámon ezt megtehetik, mindenkit adásba kapcsolunk. És annyit még javítanék, hogy nem közgyűlés, mert azt úgy tudom, hogy régóta nem volt, hanem tagértekezlet. Igen, a hölgy szerintem lámpalázos volt, és tagértekezletre nem járnak az emberek. Közgyűlésünk 1992 óta nem volt. Igen, arra nem. Sőt, mi több, még a küldött gyűlésre sem tudtak elmenni 2015-ig, mert a szövetkezet jogsértő módon hívta össze 2015-ig a küldött gyűlést is, ugyanis nem tájékoztatta a tagságot, tehát a tagokat megfosztotta a tanácskozási jogától. Hogy honnét, kivel is van a szövetkezetnek, a szövetkezeti tagoknak problémája, az világosan lejött, meg hogy miért én szereplek állandóan a köztérműsorban, ez azt hiszem, hogy ön is kapott ezügybe levelet, de a tagértekezleteken is állandó téma vagyok. Szeretném megismételni azt, hogy 2014. május 28-án a polgármester úr szervezett a civil központban egy fórumot. Ennek a megszervezésében én nem vettem részt, tehát nekem semmi érintettségem nem volt olyan téren, hogy szervezés vagy valami. Az ott megjelent tagok teltház volt, az ott megjelent tagok nem véletlenül mondták, hogy elég volt, Farkas Béla mondjon le. Nem nekem van csak személy szerint Farkas Bélával gondom, hanem nagyon-nagyon sok tagtársnak az, hogy nyilvánul meg a tagértekezleteken. Köszönöm szépen, innen folytatjuk. Bérces Valéria van a vonalban, ez itt a köztér, jó estét! Jó estét kívánok! Én is szeretnék hozzátok szólni ezzel a közgyűléssel kapcsolatosan, ami a Palotai úton volt. Az tagértekezlet volt, hogyha jól tudom. Vagy tagértekezlet. Igen, igazat adok 100%-ig a Melindának, mert mi már nagyon régóta nem megyünk az értekezletre, mert semmihez nem tudunk hozzászólni, mert ha valami olyat találunk mondani, ami nem tetszik, és van egy-két ember, aki még ott ül köztük, akkor le vagyunk húrogva, szinte akkor kára összemegyünk, hogy meg se tudunk szólalni. És azt mondták, hogy egyébként nem tudunk normálisan megkérdezni. De önöknek, mint szövetkezeti tagoknak azért ehhez joguk van, nem? Jogunk lenne, de én meg már úgy is gondolom, hogy ennek nem is tudom, hogy mi értelme van. Nem értünk semmit, amiről szó van. Mert azért csak idős emberek vagyunk, nem hallani rendesen. Nem is mindig van kihangosító. Most, ha azt olvasom, hogy mi van kiírva, akkor megint csak nem értek belőle semmit se. Ha kérdezünk, és ha olyan, ami tényleg úgy gondolják, hogy nekik van igazuk, akkor aztán tényleg becsúszunk az asztal alá. Köszönöm a szépen. Vagy ahogyan vissza tudnak szólni. Ha betelefonálunk is, nem mindenkire, mert van nagyon sok rendes ember, akivel lehet szépen beszélni az üzemeltetésen, de van olyan, ha fűtéssel kapcsolatban úgy kioktatnak bennünket, mintha mi semmihez nem értenénk, csak ők, és akkor megemeltem a hangomat, és akkor kapok egy olyan választ, hogy jaj, csak vettem volna föl a beszélgetést, és mondom, akkor mi van? Tehát ijeszgetnek, fenyegetnek bennünket. Se a lépcsőház bizalmiktól nem lehet kérdezni. Ha olyat kérdezünk, hogy a szövetkezett szót beleteszem, lecsapja a telefont, utána tovább folytatni nem is tudom. Köszönöm szépen, hogy hívott minket és elmondta a tapasztalatait. Köszönöm. Nos, tehát akkor egy kicsit én most át is csapnék rögtön akkor a tagi jogokba. Ezek hogy alakultak, vagy most mi a problémájuk a tagi jogokkal? Egyszerűen, ha megnéznénk a szövetkezetnek a felépítését, ez egy demokratikusan működő szövetkezetnek kellene lenni, de sajnos a miénk az írmagját sem ismeri ennek. Egy zárt kör, egy holdudvarral, tulajdonképpen nagyon ügyesen lepapírozva működik a szövetkezet, az a határozott véleményem. Ezt aláismerem támasztani,
Tehát tényekkel is alá tudom támasztani, és bármikor nagyon szívesen szeretném, hogyha a szövetkezet részéről a vezetőség felmerné vállalni egy nyílt fórumot, amit mi megszerveznénk, és kérdéseket fel tudnánk tenni, az aggályos dolgokat, amik szövetkezetnél tapasztaljuk, és végre érdemi választ kapnánk rá. Az a probléma, hogy ennek a hiányát érzi a tagság is, és ezért lett nagyon-nagyon passzív, mert bármit kérdezünk, tulajdonképpen nem kapunk rá választ, vagy nagyon-nagyon kitérő válaszokat kapunk. 5-6-szor meg kell kérdezni, cégbírósághoz kell fordulni, hogy valamit is megkapjunk hitelt érdemlően. Szabó Sándornét szólítom, és innen fogjuk folytatni. Jó estét kívánok! Üdvözlöm magukat és a tévénézőt is. Hát én is hozzá szeretnék szólni a szövetkezetnek a munkájához, hogy tavaly évben többször is kértem a képviselőnktől a lépcsőházi kimutatást, ugye az, hogy mire kötik is a pénzünket. És nem kaptam meg egész évben. És akkor decemberben is kértem, az idén is, és nagy nehezen nem kaptam meg, és akkor erről felhívtam a napokban, pár, két nappal ezelőtt vagy mennyi, az elnök urat, és erre fő aznap még meghozta a közös képviselőnk a kimutatást, de olyan hangosan itt az ajtóm előtt mondta, hogy mit képzelek én, hogy fordulhatok az Atya Úristenhez is, hogy ők, szóval magyarán megmondva, kikelve volt magából. És amire én az elnök úrnak szóltam, és az elnök úr elintézte, hogy megkaptam a lépcsőházi kimutatást. A másik meg azt szeretném megmondani, hogy a Technem KST-vel kapcsolatban is. Azt is megkapom a papírt, én is leolvasom 31-én is, leolvasom 3-án is, és nem egyezik amit megkapok papírt. Mindig egy-két rubrikával így mondom, mindig többet mutat az ő számlájukon, mint amit én leolvasom. Ezt jelezte egyébként ezt a problémát? Tessék? Ezt jelezte ezt a problémát? Hát igen. Hát végeredményben, hát ez most napokban történt, ez a héten. Ezek a dolgok, a másik meg még azt szeretném mondani, hogy hát a szomszédon bekamerázta az ajtaját. És ahogy én jövök fel az emeletre, engem látszik, és mindenféle szó nélkül, és én szóvá tettem a szomszédnak, hogy miért csinálta ezt. Azt mondja már, a közös képviselő megengedte. Hát az elnök úrnak már megint panaszkodtam, hogy hát én még ilyen nem értem, hogy milyen dolog ez, hogy a közös képviselő megengedte, még ők se tudtak róla, meg én se. Hogy lehet ilyen megengedni egy lakásszövetkezetnél, hogy bekamerázza az ajtaját, hogy ugye én meg jövök fel, hát engem bánt, és akkor a személyiség joga megsérti, ugye? Igen, köszönöm szépen, hogy elmondta a tapasztalatait. Hát köszönöm, ezt szerettem volna mondani, mert nagyon bánt. Köszönöm, hogy hívott minket. No, akkor kanyarodjunk vissza még a szövetkezet felépítéséhez, de én azért azt hiszem, hogy itt volt ilyen-olyan-amolyan vélemény, és azért vannak kritikus hangok. Érdekes, mert épp január 29-i dátumozással kaptam egy levelet Farkas úrtól, Farkas úr aláírásával, amiben kifejti, hogy Farkas Béla a magatartásával pedig semmiféle probléma nincs az igazgatóságnak. Lehet, hogy az igazgatóságnak nincs Farkas úr magatartásával probléma, de a tagságnak igenis van nagyon-nagyon komoly problémája. Nem véletlenül hangzott el például ezen a 13. októberi fórumon, hogy Farkas úr több tagnak azt mondta, magával nem állok szóba, nekem is többször, én is többször megkaptam tőle. Sőt, mi több most kiderült az, hogy olyan szerződést kötöttek, hogy 2021-ig fenn kell tartani a költségmegosztót, erről a tagságnak semmit nem tudott. Tehát a Tehemmel olyan szerződést kötött a szövetkezet, a tagság tudta megkérdezése nélkül, hogy 2021-ig fenn kell tartani. Volt bent a Tehem igazgatója az itt lévő fórumon is, az egyik köztérben, és ő azt mondta, hogy a legutóbbi rádiós költségmegosztóknál nem kötöttek ki semmiféle határidőt. Na már most IB ülésen az egyik küldött megkérdezte a Farkas urat, hogy 10 évig működő, lítium elemmel működő költségmegosztóra hogy lehet 2021-ig szerződést kötni.
Hát a küldötte való, küldötthöz való beszédstílus, vagy hangerő, inkább nem is a stílust mondanám, inkább a hangerő, az olyan volt, hogy a küldött asszony el is akart jönni az IB ülésről. Tehát nem csak velünk tagokkal, hanem a küldöttekkel, némelyik küldöttel is, aki értelmes kérdéseket szeretne föltenni, azokkal, azok felé való megnyilvánulásával is probléma van Farkas úrnak. És Farkas akkor az IB ülés, ez pontosan mit akar, és mit akar a küldött gyűlés, és melyiken miről kell dönteni? Hát a közgyűlés lenne a legmagasabb fórum, ez azt jelenteni, hogy minden tagnak a szavazati van. Igen, ez nem volt 92 óta. A küldött gyűlés, nekem a határozott véleményem, hogy nagyon-nagyon probléma van a küldött választással, tehát a választásokkal. Én amondó vagyok, az a véleményem, hogy nagyon nagy visszaélésekre ad alkalmat, lepapírozásra szolgál, tehát nekem problémám van a választásokkal kapcsolatban is. A megválasztott zárt körű küldöttek, tulajdonképpen az én tapasztalatom szerint, amelyik küldött gyűlésen én részt vettem, jobbára a Tettinger úr vagy a levezető elnöknek a vezényszarára mindent megszavaznak. Jó, de ne általánosítsunk, mert biztos vannak. Tisztelet a kivételnek, főleg most a legutolsó választásokkal. Igaz, hogy a szövetkezet vezetőségének nem tetszett, de több olyan tagunk is bekerült, aki azért a hangot, tehát felemeli a hangját a szövetkezetnél tapasztalható aggályos működés miatt. Akár a Kelemen Bérán, akár a Széchenyi úton, vagy a József utcában is van olyan küldött, vagy küldött asszony. Tehát valóban nem lehet általánosítani, de általánosság, tehát nagy kalap általánosságban nekem az a véleményem, hogy a küldöttek többségével nagyon komoly gond van, tehát felkészületlenül mennek, nem néznek bele az anyagba. Tehát, és tulajdonképpen nem látják át. Ez az ellenem indított perben is jól lejött, mert több olyan illetőt is szövetkezett felsorakoztatott, ez a 15 pontos, amit elveszítettek, aki küldött is, 20 éve küldött, és nem tudott különbséget tenni a közgyűlés, küldött gyűlés, és a szövetkezet szerintem SMS-ről sem tudta, alapszabályról sem volt tisztába. De ez, mondom, 13-ban lejött a Palotai úti küldött asszonynál is, hogy kifogásolta, hogy egyáltalán mit keresek, tehát a küldöttek kifogásolták, hogy mit keresek ott, küldött asszony pedig az, hogy miért szólalok meg. Mi jogon. Tehát felügyelő bizottsággal nekem az a gondom, hogy egy mega szövetkezetnél volt 7 fő, lecsökkentették 5-re, 3-ra, 2007 óta, azt hiszem 2007 óta egyetlen egy fő látja el, amit én nagyon-nagyon aggályosnak tartok, ráadásul az alapszabályunkban semmiféle szakmai követelményt nem ír elő a felügyelő biztos a szemben, ami szintén az én szememben komoly probléma. Az igazgatóság, hát az igazgatóságunk olyan, amilyen az elnökünk is 1999 óta tulajdonképpen bent van ebbe a körbe. A tagértekezletekkel az a gondom, hogy mivel a tagság iránt a vezetőségnek, főleg Farkas úrnak olyan megnyilvánulásai voltak, üljön le magára, senki nem kíváncsi, fogja be a száját, tehát senki nem kérdezte. Tehát elég érdekes dolgok hangzottak el a tagértekezleteken, és eléggé lekezelő módon kaptunk válaszokat. Például 2013-ban is, hogy utcára betévet mindenféle alaknak nem adunk ki információt, amikor kérdezni mertem. Tehát ezt a választ kaptam. Ebből kifolyólag a tagértekezletek látogatottsága nagyon-nagyon minimális. Érdekes módon kezemben van egy olyan
szomszédok újság, amikor kifejtik azt, hogy 8,7%-a ment el a tagságnak, vett részt a tagértekezleten. Ebből is jelentős része az tulajdonképpen küldött, vagy lépcsőházi megbízott volt, vagy most úgy nevezik, hogy közösségi megbízott. Akiknek az lenne a dolga, hogy a tagság felé az információt áramoltassák, a tagság véleményét kikérve továbbítsák a tagság akaratát az igazgatóság felé, ami sajnálatos módon egyáltalán nem működik szövetkezetünknél. A küldötteink közösségi megbízott, tisztelt a kivételnek, mert most én is hallottam olyanról József utcában, aki kikérte a tagság véleményét, de általában ez nem működik. Én 89 óta lakom itt, egyetlen egyszer, pedig igazgatósági tag is volt, lépcsőházi megbízott, közösségi megbízott, akkor a jelenlegi sem, soha nem kérdeztek meg a tagság véleményét. Nem is tudom, hogy... De nem önök választják meg? A választások az más téma. Más tehát téma? Itt például arról beszélek, hogy milyen felújítási munkákat szeretnénk, akkor a lépcsőházi elszámolásokat nála kellene lenni elméletileg, de gyakorlatban az a probléma, hogy nincs ott. Nekem most például a Mikszáth utcából egy tagtárs kérte a küldöttet, aki egybe közösségi megbízott is, hogy szeretné 5 évre visszamenően megkapni a lépcsőházi elszámolásokat, mert szeretne belenézni. Egyetlen egyet kapott, 2017-es elszámolást, fél évest. Holott egyetemen leírta, hogy az előző 5 év lépcsőházi üzemeltetési és felújítási elszámolását kéri, egyetlen egy felújításról kapta csak, és rá volt írva, hogy csak ezzel rendelkezem. Ez is mutatja, hogy nem teljesítik a kötelességüket, amik a tagsággal szembe jogosan elvárnánk. És ilyenkor mondjuk... Mi van akkor, ha ez a személybe megy, és mondjuk kikéri ott személyesen a rávonatkozó adatokat? Én úgy hallottam, és úgy tudom, ezt ugye itt az elnök úr is mondta, hogy ilyenkor van lehetőség, bemehet és kikérheti, és ő megkapja. Tagnak nem adják ki. Azt a választ kapjuk, hogy a közösségi megbízottaknál ott van, tőlük megkaphatjuk. Mondom, én több az idei, vagy bocsánat, tavaly évre, tehát a 2017-es évben, nem is tudom, valami 5-ször vagy 6-szor szóltam az én közösségi megbízottamnak, amit nagy nehezen megkaptam. Azt hiszem szeptemberben hozott egy fél éveset. És akkor mondtam, kértem, hogy neki ezt havonta ki kellett volna kérnie, és az alapján ellenőriznie, hogy milyen munkák folytak. Tehát a közösségi megbízottak nem teljesítik a rájuk bízott feladatot, és visszaélnek a tagság bizalmával, az a meggyőződésem. És elméletileg le lehetne őket váltani, de az a probléma, hogy ha bemegy, nekem volt rá példám, hogy bementem, és szerettem volna szavazólapot kérni, és közölték, hogy nem adnak. Tehát akkor, de miért? Mivel indokoltak? Nem adhatnak mert magának? Nem. Tehát az alapszabályunkban le van fektetve, hogy ha nem vagyunk megelégedve a közösségi megbízottak, akkor le tudjuk váltani. Bemegyünk, hogy kérünk szavazólapokat, hogy végül is szeretnénk egy gyűlés formájában megbeszélni és leváltani, nem adnak. Tehát elméletileg létezik, gyakorlatban nem. De ezt jelezték tőle ezt az elnök úrnak, ezt a hát problémát? Persze, hogy az új elnökkel erről még nem beszéltem, de hát az ügyvéd úr is tudta, hát az ügyvéd úr írta meg, hogy nem ad ki. Vagy azt hiszem Farkasul, nem tudom pontosan, most már nem emlékszem. Tehát a kettőjük közül valamelyik. A másik nagyon-nagyon nagy probléma az, hogy rettegnek a tagok. Tehát félelemben élnek. És ezért nagyon sokan nem mernek kritikai hangot megütni, mert hozott az igazgatóság egy igazgatósági határozatot, amivel szintén az a gond, hogy honlapjára rárakták, a szövetkezet honlapján ez szerepelt, ez az igazgatósági határozat, hogy mindenkivel szembe, akivel úgy ítélik meg, hogy jogi személy magánvádos eljárást indítanak. Több tagunkat beperelték rágalmazásért, többek között irányokba is. Tudjuk, igen.
Most is van egy rágalmazás, amit Farkas úr magánvádlóként ellenem tett. Tehát a tagok félnek. Tehát nyilván, hogy azt, akit meghurcoltak, az utána nem mer hangot adni a negatív véleményének és kritikájának. Holott nagyon érdekes, mert itt szó volt a tagértekezletekről. A tagértekezleteken régebben, még az úgynevezett farkas korszak előtt, az volt, hogy a tagértekezlet összehívásával, megtartásával kapcsolatban egyebekben a régközgyűlésre előírtakat kell értelemszerűen alkalmazni. Tehát meghívó, ez ma is megvan, de jegyzőkönyvet kellett volna vezetni, és ezt hiányoljuk. Nagyon jó lenne, nincs jegyzőkönyv. A tagértekezleten csak emlékeztető készül. Amivel emlékeztetővel az a gond, hogy a szövetkezetre negatív dolgok, azok a sorba kimaradnak. Tehát a szövetkezet arra hivatkozik, hogy az emlékeztető csak arra szolgál, hogy a műszaknak, a műszak tudja, hogy esetleg miket kellene csinálnia. Nem. A tagértekezleten nagyon-nagyon sok kritika is elhangzott, és remélem, hogy el is fog hangzani a szövetkezet vezetőségének működésével, a hiányosságaival a kapcsolatban, de ezek nem kerülnek be az emlékeztetőbe, vagy teljesen elfedítve kerülnek. Tehát nagyon jó lenne, ha jegyzőkönyv lenne, és ami még nagyon-nagyon jó lenne, ha lenne végre egy közgyűlésünk, amikor minden tag élhet azzal. Én elhiszem, hogy a parlamentális demokráciának is vannak jó oldalai, de itt a mi esetünkben a küldött, az tulajdonképpen a saját maga véleményét, egy ember véleményét képviseli nagyon sok esetben. Melinda, szerintem mi órákat tudnánk még itt beszélni. Én két dolgot szeretnék megkérdezni öntől, röviden, mert műsoridónknak már vége van, 35 perces az adásunk, és most vagyunk a 35. percben. Egyrészt, hogy mi a helyzet a fűtés perével? Végül is úgy döntöttem, hogy végigviszem, ha kell, akkor elmegyek a kúriához, és minden jogi fórumot meg fogok ragadni annak érdekében, hogy végig menjen. Azért is, mert itt tulajdonképpen három részvevő van, de ezt esetleg egy másik köztérben részletesen ki is fejteni. Azért kérdezem, mert én kaptam egy levelet, amiben arra is tájékoztattak egyéb privát dolgokról is, én azt gondolom, hogy ez nem volt eddig se célom, hogy az emberek magánéletével foglalkozzak, senkinek sem foglalkozok a magánéletében, hogy ön nem szabályszerűen szerelte le ezeket a mérőórákat és egyéb radiátorokat, és önnek nincs radiátor a lakásában, és ez teljesen jogszerűtlen, ez így van? Azt majd a bíróság eldönti. Én egy igazgatósági határozattal, a szövetkezet vezetősége által hozott igazgatósági határozattal éltem. Mivel én nem állok egyikféle sem a széphővel, se a tehemmel szerződésbe, ebbe az igazgatósági határozatban benne foglaltatott, hogy a szövetkezetnek kellett volna mindkét fél fele lejelenteni az, hogy megváltozott nálunk a fűtött légkörméter. Ez nem igaz, nem szüntettem meg a fűtésemet, az alapdíjat mind a mai napig fizetem, sőt bizonyos mennyiségű fűtést is, de nyilván, hogy nem veszek igénybe olyan mennyiségű fűtést, amennyit rám számáznak, mert még bizonyos tagok, akiknél 25 fok van a mi épületünkbe, az fizet 5000 forintot, nekem meg kihoznak 24000 forintos fűtésszámlákat. Ehhez még hozzátartozik az, hogy az épületünkben a kezdetektől kezdve anomáliák voltak, tehát maga a fűtésrendszerrel is gond volt, ezt a tehem felülvizsgálta 2001-ben, kezességet vállalt arra, hogy minden helytálló, hát majd ez talán egy másik per lesz, amiben kiderül, hogy itt nincs. Köszönöm szépen, és szerintem ez egy újabb téma lesz a köztérben. Jövő héten köztér lesz a képlántást, kéklámpások lesznek a köztérben Novák Rita kolléganőmmel. Én utána héten azt gondolom, hogy kíváncsi lennék elnök úr és a szövetkezet vezetőségének a véleményére, úgyhogy én majd meginvitálom őket ide. Köszönöm, hogy itt volt. Mi is köszönjük. Nézőinek pedig megköszönöm a figyelmüket, köztérrel, tehát legközelebb egy hét múlva kék lampásokkal jelentkezünk, és utána pedig a szokásos menetemben térünk ide vissza önökhöz. Viszontlátásra!